nem fogja senki sem megállni meccs közben, hogy ne buzdítsa a kedvenceit, vagy adott esetben ne nyilvánítson véleményt. Itt pedig már is megvan az első helyzet Csobot előtt. 43 másodperc kellett az Újpestnek arra, hogy eljussanak a debreceni kapuig. Megyeri azonban védett. Ott van Ulfárszon, most neki egyedül kell megoldania, bár most már jönnek a társak. Ulfárszon még egy csel, rálép a labdára, João Oliveira, na mi lesz ebből, lesz lövés? Lett! Banai védi. Az igazság, hogy az ember, hogyha nem egyedül lenne, itt bárkivel bármiről szépen elbeszélgethetne, mert a pályán nagyon kevés dolog történik. Na talán majd most Oliveira indul, de rossz beadás. A másik oldalon viszont nem maradt Ocsedirán. És ezért a meccs első sárga lapja, Jeftovszki kapta. Kihívják Pintér Csabát, hogy nézze meg videón, mert hogy megérhet-e ez esetleg egy piros lapot is Jeftovszkinak. De az hozna igazán egy fordulatot, nem biztos, hogy mindig a gól. Akár egy kiállítás is meghozhatja ezt. Nézzük akkor még egyszer. 6-2 minden esetre egy piros lapra jónak látta ezt a szituációt, és megy is a játékvezető, a sárgát semmisé teszi, úgyhogy ez egy piros lap. Megfogyatkozik az újpesti együttes, Jeftovszki kiállítás sorsára jut az 59. percben. Újra ki a szélre, jön a beadás, Domínguez, aki befutott a szélről, hát ki figyelt rá, senki. A 78. percben megszerzi a vezetést a Debrecen. Októberben szerezte mind a hármat. Itt jön a labda középre. Iszonyatos, ahogy elváltja magát. Ott a két belső védő újpesti oldalon. Hát gyakorlatilag összeszaladtak. Ez jó labda középre. És a csúsztatás, az is bent van. Dreskovics fejelte le a labdát, és érkezett Ulfárszon, övé a gól. Ez viszont már nem lesz, úgyhogy itt az elsődleges kérdés az ez, mert hogy ott van egy olyan szabálytalanság. Hiszen a lest azt úgyis bevonalaznák, tehát amiatt nem hívják ki Pintér Csabát. Tehát kérdés, mondom inkább az, hogy Paujevic fogta el a játékost. És igen. Újra középre, Mörsel vissza a Mack. Egy lövés! Megyeri! Aki nem jó, Radosevic. Elveszíti a labdát, Baranyai szépen tette tovább. Dzsuzsák középre, na ez már gól. Ez már úgy tűnik, hogy szabályos gól. Nem tudom, még egyszer a labdaszerzés lehet érdekes egyébként. Volt-e szabálytalanság esetleg? A passz minden esetre Dzsuzsáktól tökéletes középre. A Debrecen pedig, miközben egy védés Megyerinek, saját védője fejelte a kapuja felé, és ad egy 11-est a játékvezető. A 99. percben Sipszó már volt, Mörsel hátralép hármat, Megyeri vele szemben. És belövi Mörsel, 2-1. Az Újpest pedig egyre mélyebbre kerül, most már zsinórban 9 mérkőzésén nem tudott győzni,